Na, Ütrend, sziasztok! Ugye itt vagyok a Life is Strange-en. Folytatom a játékot, remélem, hogy jó ment is töltöttem be, hogy fogom betölteni. Nem is remélem. Igen, szobánál itt tartottam. Ott följöttem az emeletre. Nem, hogy van ennek a... Ez a visszatekerés. Két csajszű. Hova kocogtok, jányok? Na mindegy. Ezek ilyen, nem tudom mik ezek. Na csak hol. Igen, ezek a szobáknak a... Igen, a magyarítás van azért, és sőt, és még ezek sincsenek le magyarítva, ez hogy a büdös francban lehet? Nem el. Ez valami AIDS poster akar lenni. Hát ez azért hallod. De le van. Hívős az ész, nem csak betűk a poszteren, ezek életveszélyes betegségek, és senkivel nem kivételeznek, tudj meg többet. Most, igen, oldal, szeptember 16-án a táskámban, hát is eljön, mert megint ide van kiírja magát a gyerek, ez akkora poén. Azt, hogy a szeptember 16-án a táskám benne volt a könyvemmel, az új tabletemmel ellopták, mikor véletlen ott ittam az étkezőben egy asztalom. Felbecsületlen képek vannak benne a macskámról, rip. Szóval megköszönném, ha visszakaphatnám a dolgaim és kedves emlékeim. Tudjátok a címem. Ez annak a ribancnak, aki ellopta a Franjuna Face krémem. Franjuna Face krémem. Rohadrága volt és kell a pattanásaimra. Pontosan tudom, hogy szárítja a bőrt, és amit a tiéd tiszta lesz, rátszállok. Ez az. Aha. Na jó. Köszönjük az információt. Térd ki. Oh, ilyen is van. Na lássuk. Ezek a kik hol, mit, meddig, és most hova megyek? Kinek a szobájába is megyek én most? Várjál. Azt mondja, vannak új karakterek is. Ezt olvastam, netent olvastam, az igazgatót talán nem. Igen, ott is egy csillag. Fogalmam sincs, mert az igazgató hogy került ide valamiért, mindig nagyon gyanakvó velem szemben. Ki gondolta volna, hogy ilyen problémás vagyok? Tudni akarta, hogy miért mászkálok a folyosón. Össze-vissza beszéltem, túl ideges voltam, mivel a kezében lehet az ösztöndíjam sorsa. Látom, hogy a többiekkel általában jókat beszélget, szóval tuti van valami baja velem. Mindig stresszesnek tűnik. Én is az volnék, hogyha a Blackwell-t kéne vigyáznom. Mintha alkoholt éreztem volna, lehet én, de lehet, hogy csak a parfümje ügye. Emlékszem, amikor először találkoztam vele az irodájában, olyan jól éreztem magam, és úgy éreztette velem, hogy most egy szuper világba kerültem. Azt mondta, remélni egyszer nagyszerű fotós leszek, és megköszönöm a Blackwell-nek. Ezért ez elég merész kijelentés volt, de jó érzéssel töltötte. Egy ideig most meg kell húznom magam, legalább addig, míg Wells bizalmában nem tudok férkőzni. A kis rafinált choice. Igen, hát itt az új helyszínek megnyíltak. Ez az udvar. És ugye innen indultunk. Akkor itt is vannak külön fájlok. Aha. Ezek a képek meg, amiket megnéztem, meg akikkel beszélgettem, gondolom. Meg... Sőt, benne van az egész minden, nem már. Ez durva. Igen, itt amiket megnéztem. Aha. Hopp, itt várja, ez nincs lefordítva. Jó, hát az a baj, ennyire, mert nem tudok angolul, hülyeséget nem akarok mondani. Sajnos gyerekek a fordítás, vagyis hát a magyarítással itt vannak problémák. Sajnos mondom, rengeteg mindent kellett neki lefordítania.
Úgy látom, hogy SMS meg nem jött még. Új. Igen. Vagyis nem. Látok újat. Igen, ezt akartam megnézni. Ezt, hogy a faszba hívják ezt a gyereket? Varra. Melyik az ő szobája? Most én akkor hülye, vagy nem látom? De nem látom azt a arany gyereket. Most elvileg az ő szobájába jöttem, azt hiszem magam, és úgy emlékszek, hogy valami ilyesmi volt a történet lényege. Jó. Hát így talán le van fordítva, igen. Igen, grafikusan nincsenek lefordítva az írások. Ne félj, elkészen, fegyvertanfolyam fiataloknak, te jó éges. Kurva élet. 21 éves kor alatt is megtanulhatod, hogyan használ lőfegyvereket. AK-tól a Zvorodovkáig. A tanfolyam bizonyos pontos műanyag másolatokat használ. Teszteld őket a bunkerben. Délelőtt 10 és este 5, hétfő szombat. 174 Hemingway, ne foglalkozz a kutyákkal, a Blackway diákjai 20% kedvezményt kapnak. Ignore Big Ducks. Ne foglalkozz a nagy kutyákkal. És angoltanulásnak se rossz az így egyébként. Na jó. Hát igen, itt semmi más nem látok. Itt van a képecske. A röccsenet az nem tűzjelző. Bírom a csajnak ezt a szarkasztikus hozzáállását a dolgokhoz. Jól meg van csinálva a karakter, hát megint az eltűnt gágyi. Azt mondja, légy résen, tartsd a következő lépéseket a biztonságod érdekében. Mindig tud, hogy hol vagy, mindig minimum egy barátod tudja, hol légy, tehát mindig szól minden balesetről az egyetem vezetőinél. Töltsd le az ingyenes egyetemi riasztót. Micsoda? Azt mondja, hogy Csík Csajszi könyvklubja. Csík, gyík. Ott olvasni, hogy tudni kéne. Hasonló gondolkodású lelkeket várunk, közösen olvassuk és beszélünk írókról. Mozdul a K. Login, vagy ki a tököm. Robin Hood, Neil Gaiman. P.S. Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer, Bradley és a szokásos repülős sárkányos szarja. Semmilyen fiú varázsló vagy szomorú vámpíros sztori nem engedélyezett, fiúk nem. Értesítsd, Brooks, Kukanc, Blackwell Academy, élt, eladó. Ez a bicikli, micsoda? Bicikli. Ez a bicikli bárhová, 20 dollár kiszállás, 5 dollár többért. Kiszállítás. Ja, aha, látom most, amire van szó. Voltak rossz hamarosan. Igen. Ennyi. Jó. Hát nem lehet bemenni, nem áll. Pedig nem. Na jó, akkor kocogjál tovább, Csajszi. Ezt voltam. Még egy táblácska, de most semmi nincs rajta. Wheelbank for Jesus. És egy kaki van alatta. Rajzolj. Na, végre valami interakció. Béke. Menj már, azt hittem, hogy nekem kell.
rajzolnom. Ennek lesznek következményei. Ujjaj. Na, itt lesz olvasni való rendesen. Na, ne engedd, hogy a depresszió elszomorítson. Mindenki szokott szomorú és magányos lenni, ha szükséged van valakire, akivel beszélnél. Hívd minket bármikor, éjjel-nappal, és meghallgatjuk, mert érdekelsz minket. Non-stop, élő hotline. Telefon fel, eltűnt telefon, gyémántos telefonokkal. Micsoda gyémántos telefontokkal utoljára egy Vortex klubba sportján láttam. Kérlek, juttasd vissza a tanártányok osztályára a Prescott körületbe, köszönöm. Statisztika tanárt keresek segítség, már vagy egy hónapja nem tanulok statisztikát, és még mindig nem értem. Ez most matek, hogy filozófia grafikonokkal, igen, segítség, fizetek, ha eljuttatsz. Az ötösig, úristen, segít. A hús még mindig gyilkos, egy csatlakozó Blackpain Vega klubjához, Vega Piknik minden szerdán, anyát picsálja. És egy cukkini, a cukkinit nem ölöd meg, majó. Hagyjuk már. Meg eleve bazdmeg, jó, most nem akarok nagyon belemenni ebbe, de na mindegy. Csajos buli, Halloween, sikítsál már. Karácsony lidélsz nyomás. Október 16, este 7. Dormitori long sick. Be havi, be barátságos. Micsoda? Biztos. Na, jó, hát ezt is szétolvastam. Meg szobája. Ez a csaj szobája, jó, most már vágom. Mondom, kéne egy kávét lehet. Micsoda? Mit írt ott? Hát ha el tudnám olvasni, pedig elvileg fullon van a grafika. Bemegyünk a szobánkba. Ja igen, a szobánkba jöttünk a pendrive-ért. Igen. Most már vágom. Csak visszajönnek az emlékek. Ott van, és ott van a kedvenc helyem. Bazd meg, van ám a falom selfie, baszki. Hesszeljük csak ki. Mamitól jött egy üzi. Na, olvasok, mit írt anyu. Szia szívem, az igazgató küldött egy e-mailt, miszerint félt a hozzáállásod. Micsoda? És a viselkedésed miatt, és hogy nem illeszkedsz be, és hogy állandóan a szobában vagy. Tudom, hogy nehéz ilyen távol lenni tanulunk, akár felnőtt vagy, akár nem, de azért vagy ott, hogy megvásd a világot egy kamerával. Hívd majd hiányzol, puszi anyu. Bassz meg. Lebuktunk, muci előtt le vagyunk bukva. Jó, itt még semmi. Mit mutat? Jaj, lesz új napló. Bassz meg, nem, hogy egy csomó van, bassz meg. El kell mennem a szobám a pendrive-ről, ott tartok most. Bassz, hogy most azt tudom, hol tartottam. 9-esnél talán. Igen, ez az álma. Igen. Szarnak éreztem magam, csak ki akartam menni a mosdóba megmosakodni egy picit. Szarnak, szarul éreztem magam, nem? Nem szarnak. Érdekes. Csak ki akartam menni a mosdóba megmosakodni egy picit. A mosdóban ott volt egy gyönyörű kék lepke, és le is fotóztam közben. Nathan Prescott örjöngve jött be a mosdóba. Elbújtam, utána jött valami pankcsa is, akivel veszekedett, majd egyszer csak lelőtte. Itt kezd fura lenni. Mikor Nathan lőtt,
Akkor valami hülyeség miatt kinyújtottam a kezem, hirtelen elkezdett forogni velem a világ, és visszakerültem az asztalomhoz órára. És tényleg azt hittem, valaki bedrogozott. Az órán minden ugyanúgy volt, mint az előbb. Enyhe idétlen időkig beütést, valahogy visszapörgettem az időt. Ez de komoly, lepkapisztályon. Jó, tetszik a dizájnja a játéknak. Na, tudtam, hogy csak úgy lehetek biztos, ha visszamegyek a mosdóba, és megpróbálom megmenteni a lányt. Azt sem tudtam, hogy fogom csinálni, csak tudtam, hogy meg kell mentenem. Most legalább Jefferson kérdésére tudtam a választ. Elbújtam, mint az előbb, és alig hittem, amikor Nathan megint megjelent. Megint elkezdtek beszélgetni, de mielőtt lelőhette volna Nathan a lányt, beindítottam a tűzjelzőt, győzelem. Majdnem utána, ugyanis David Madsen, a biztonsági főnök, buktatott le. Nathan Prescott majdnem kinyírt valakit, de nem itt én vagyok a gyanús. Szerencsére az igazgató kimentett. Akartam szólni a művész igazgatónak, hogy Nathan egy pisztolyjal hadonászik, de a lányt nem említettem. Akartam szólni, de a lányt nem említettem? Aztán mégse szóltam? Na, ez itt elég érdekes megint. Azért nem örült, hogy a folyosón vagyok, mikor szólt a tűzjelző. Örülök, hogy most nem azt kellett mesélnem, hogy megöltek egy lányt a mosdóban. Na igen. Szóval a napom egy fura álommal kezdődött, és kb. Egyből utána megmentettem egy lány életét. Ennél durvábbnak nem lesz. Hát ez csak hiszed. Most minden szürreális, senkinek sem mondhatom el. Egy ember van, aki talán megérteni, de őt már 5 éve nem láttam. Talán Verren is megbízható, és még a fizikához is ért. Az a haverja. Amíg rájövök, hogy mi lesz, inkább meghúzom magam, és a tanulásra koncentrálok. Várom, szeretné visszakapni a pendráviát. Nehéz néhány rész az iktak is szokták. Bocsánat. Néhány részt az X-aktákat és Dr. Wu-t néztem, de a többire nem volt időm, csak gyorsabban cicavava. Ölj, Tetsuo és Scott Pilgrim fért bele soron kívül. Jó, hát ez most igen, újra kellett olvasnom. Jó. Egyébként láttam az általán személy posztereket a Rachel Amber. Szomorú látni a mosolyát, miközben azt sem tudjuk, mi lehet vele. Hát se van egy sejtésem, hogy a gyerek pisztolyra hangált, hogy mi lett a csalja. Ha 6 hónapra is visszatérhetnék, az király lenne. Visszatekerhetnénk. Ha 6 hónapra is visszatekerhetnénk, az király lenne. Jó, az időt. Igen, ha egy bizonyos szintig elkezdett tekerni, azért elkezd érezni a kép. Gondolom, hogy járt a csajnak. Én vissza kellett mennem a koliban a pendrámért, persze, hogy Viktori és a csicskái nem hagytak beengedni. Nem akartak beengedni. Miket olvasok, bazd meg? Annyira tinisorozatos volt az egész. Elküldött, hogy máshol szelfizzen. Nem értem, miért viselkedik így, hisz mindenre megvan. Ráadásul az eremet kellett használni, hogy eltüntessem őket az útból. Igen, ez amikor festéket szétfröcsköli. Szóval éreztem magam, amikor láttam, hogy ott ül egyedül Victoria teljesen festékesen. Most nem tűnt hercegnő kurvána, csak egy egyszerű ártatlan lánynak, mint én. Végül tök jó fej volt, mikor beszéltem vele, talán van remény. Hát talán van, de azért nem bíznak ebbe. Na, akkor elvileg ez is megvan. Az igazgatót olvastam. Igen, olvastam. Jó, akkor kilépünk. Hú, az meg itt van mit a szobában nézegetni. Van könyve, van gitárja. Na, lássuk, Csajsz, hogy mit tudsz alkotni. Oké, YouTube bácsi miatt muszáj. Valamit azért tud a csaj. Igen, a ruhája vannak, igen. Nem tudom, hogy a kokoszot csak épült a szünapomra is. Kész az orvás ajándékutalmányt.
Nescafé fiókon. Boldog szülnapot, Maxine! Soha nem fogjuk elfelejteni a napot, amikor megszülettél és először mosolyogtál. Első látásra szerelem volt. Ez a te napod, hiányzva, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy követed az álmaid. Szeretünk apukád és anyukád, Aranyos. Jó, ez ennyi volt. Nézzük a rucikat, hát az a valamit... Aha. Mary self-portréjának, nem tudtam elolvasni. Jó, ezt kivégeztük, talán. Igen. Jegyzet. Nézzük a jegyzetet. Valami a penelt és olyan 17-et, olyan kis hülye. Maxnek vagy akit érint a pendrive-on találhat a dolgok festői életet megváltoztató és vitaindító dolgok. Ez a gyűjtemény nagy gondolat letöltve és legválogatosabb nézőknek. Gratulálok, Sheet, neked az ízlésedért és tükörülve várom a véleményed a Cannibal Holocaustról és az Ultra Vixensről, nem tudom mi. Hát a Cannibal Holocaust az rémlik, de ezt nem tudom mi. Gondolom filmet. Csók Valenji. Jó, hát ez igen, és hol a pendrive? Fényképezz le, nem itt? Magadat? Hogy rázza a polaroidot, beszarás. Nehéz el, hogy 18 szörök, öregebbnek nézel ki, csak stresszesebbnek. Ez hülyeség, szerintem ez... nem tudom. Ez nem 18-nak tűnik ez a kis csaj. Így ahogy nézem. Na jó. Ezt megnéztem, a plüssmacit szétszedjük. Ahogy kapitány, nem tudom, hogy fedezel. Amikor lenyeltem a szemed, és a szülei egyből rohant a sebészetre, tudtam, hogy egy életre össze vagyunk kötve. Kemény, lenyeltem a szemed. Le tudok feküdni, nézd meg a párnát. Nagyon nyálas, de még mindig mosolyogok, ha visszaemlékszem a napra, amikor anya és én együtt vartuk ezt. Zene is van, meg fiók, meg fénykép, van mit nézni, baszki. Na jó, akkor a művészeti... könyvek. Lenne kérem, hogy régen emezte a volpiacon, vagy nagyon nem mintha érdekelne, a zenei inspirál engem, és a fényképeket is. Fényképezés is. Igen, ezért nem olvasom ezeket, mert olyan gyorsan kell, és mellé olvasok. Milyen jó kis laptopja van. Már mondjuk újat akar venni, de nem nézett ki rosszul ez a gép. A locsold meg a nevényt, ja? Ennek lesznek következménye, igen, megnő a növény. Hát ítélet is. Aranyos. Azt mondja, ez mi? Úgy néz ki, hogy Anna hagyott egy üzenetet. Hello, Chelsea, kölcsön vettem a pendrive-ot, hogy nézzessek sorozatot, miközben tanulok, ha kell, a szobában megtalálsz. Dana. Na jó, ezt megegyezzük, mert akkor ő hozzá kell mennem. Most lehet le fogja törölni a csaj, ami rajta volt, bazd meg. Tesz a ciki. Nézzük a laptopot. Szerintem a laptopon alig várja, hogy ránézze. Hát ez egy ennyiben maradt. De most nem arra nyomtam, bazd meg. Olvassál. Philip Lorca de Korsa, my man.
I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian Bride. Talk about analog cameras. Ah, what a fantastic eye. She could truly freeze time. No, hát ez csupa olyan fotós, mert ugye bele van búzolva a csaj a fotózásba. Az egyetlen turista kép, amit elengedtem lefotózni, mondom a fotter. Az egy jó hoki játék volt, nem volt könnyű. Micsoda? Nem, mert Kristen fel, mert részeg volt. Fremontról. Ez mi ez valami? Ja, aha, most látom, hogy mi ez, baszdmeg. Mondom, mi ez, szikla? És egy majom kezére állnak, hogy mi ez. Nem tudom, valami. Ja, van majomnak tűnik. Jó. Művészeti könyvek. Nagyon könnyű régen ezt a walkie-talkie-on, vagy egy nagyon hipsteres. Nem, mint hogy érdekelne a zene, ismerne engem és a fényképeimet is. Na, most végre el tudtam olvasni. Nincs semmi hangja, de nem is baj. Legalábbis én nem hallottam semmit, ezt lehet, hogy volt. Na. Ja, igen, ezt néztem. Lefeküdni tudok még. A képet megnéztem. Gitár megvolt. Jegyzet megvolt. Maci megvolt. Az ágyal le tudok dőlni. Ezt megcsináljuk. És mindjárt kérje, ennek lesznek következményei? Igen, kipihent vagy. Van esik egy picit pihenni, gondoltam. Ez nem olyan fura volt, és olyan, mintha 1000 év lett volna. Lehet, hogy felkelek és kiderül, hogy csak álmodtam. Vagy ahogy Poe mondta, álom az álomban. És nézi a izét, hallod? Plafont. Kemény. És ennyi. Így bele se tudsz nyúlni. Na, valami legyen. Aludj be vagy valami. Aha, szerintem itt most mindjárt jön megen a csillár. Aha, jó. Akkor meg kell nyomni a gombot. Vagy nem? Nem. Visszatekerni tudom az időt. Kell már föl csajsz. Na jó, space-t kell lehet nyomni, és akkor föl kell. Jó, hát... ez is valami térkép, de ezt nem mutatja. Dana volt igaz, akihez menni kellett. Instant film. Na jó, én kihagytam egy két dolgot. Örülök, hogy két kölcsönadta az Október Városa könyvét. Minden Bolivari könyvnek meg kell lennie a mit tudom én mi. A instant film, jól láttam, hogy nem arra nyomok. Fénykép papír olyan drága, olyan nehéz megtalálni manapság. Nem tudok mit csinálni, inkább analóg, mint digitális. Ja igen, mert polaroidot használ a csaj. Szaremtözöm. Kis Liza egyelőre. Beszarás. Ablak. Nézd meg. Ha nem akarom nézni keresztül az ablakon, mindig csak bámulok. Jó, mindegy. Oké, oké, megvolt, megvolt. Megvolt, minden megvolt. Na jó, menjünk Danához. És nem tudom, ez a videó már 30 perces lesz. Úgyhogy lehet, hogy itt a szobába abba hagyom. És akkor majd innen fogom folytatni, igen, valószínűleg, mert már fél órás. Nem akarok ilyen egy órás gameplayket csinálni, úgyis meg lesz minden szépen egymás után, úgyhogy lehet tovább nézni, ha valakit érdekel egyáltalán. Na, akkor ennyi, jövök majd a következő résszel. Sziasztok!